Egy estére moziteremmé alakult a Jújú Klub. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képző karmozgóképkultúra tanszékének televíziós műsorkészítő szakos hallgatói ugyanis minden évben egy vizsgafilmmel zárják a tanulmányaikat. Az idén a tanszék meghirdette a 2021-22-es tanév legjobb vizsgafilmje versenyt. A legjobb három alkotást levetítették az alsóbb évfolyam és az oktatók jelenlétében. A vizsgafilmek az utolsó fél éves szakmai gyakorlat keretében a gyakorlatvezetők és konzulensek mentorálásával készültek. Az objektivitás jegyében a szaktól független televíziós és filmes szakembereket kértek fel, hogy pontozzák az alkotásokat és a pontszámok összeadásával állapították meg, hogy mely filmek nyerték el az első három helyezést. A hallgatók filmjeit, egyébként kiváló filmjeit közösen megnézzük egy külső zsűri, mert szándékosan nem, nyilván nem a belső kör pontozta ezeket a filmeket, nem a tanáraik pontozták ezeket a filmeket, hanem kiadtuk különböző televízióknak, akár még külföldi televízióknak is a pontozást, és nagyon fontosnak tartom, hogy egy ilyen visszajelzést adjunk a hallgatóknak, egy ilyen megerősítést, egy kis referenciát, hiszen ugye ez a legfontosabb, hogy lássák azt, hogy jó úton haladnak. Ennek a tanúi voltunk most ezen a kis összejövetelen, ami egy picit a szakesteket is megpróbálja majd föléleszteni, ahol együtt egy picit az oktatókkal, a hallgatók együtt tudnak beszélgetni, eszmét cserélni. Én nagyon remélem, hogy ennek lesz folytatása, hiszen kiváló filmek készülnek. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz volt egyébként a zsűri dolga, ahogy én ezt hallomásból tudom, hiszen itt pontok, néhány pont volt a különbség a filmek között, és tényleg nagyon sok színvonalas film készül. Sokszor szoktuk mondani, hogy ma a médiának vége, hogy problémák vannak, hogy nagyon el egy szórakoztató irányba. Nagyon jó volt látni azokat a filmeket, amelyeket itt bemutattak. Tehát, hogy nagyon jó volt látni, hogy olyan, úgymond idézőjelben, közszolgálati témákhoz nyúltak vissza a hallgatók, amely nagyon fontos szerintem. Nagyon fontos, hogy megmaradjon. Nagyon fontos, hogy ez jelen legyen a televízióban. És mi megpróbálunk ilyen szakembereket képezni. Az eredményhirdetéssel egybekötött vetítést dr. Forró Lajos, a Mozgókép Kultúra Tanszék vezetője nyitotta meg, majd dr. Pusztai Virág adjunktus gyakorlatvezető ismertette a zsűri döntését. Dr. Döbör András dékán oklevelet és ajándékcsomagot adott át a nyerteseknek. Az első helyezett a mentális betegségek témakörével foglalkozó Éj sötét nappalok című film alkotója Rajki Tóth Zalán lett. Azért választottam ezt a témát, mert nagyon keveset beszélünk a depresszióról, a bipoláris zavarról, a szorongásokról, nagyon-nagyon keveset beszélünk, és pontosan tudom azt, hogy nehéz is beszélni róla, nehéz felszínre hozni, és az volt a célom, hogy saját magam kreativitása által egy olyan képet adjak, ami egy kicsit meglendíti, tehát előre lendíti ezt a folyamatot, hogy bátrabban tudjanak beszélni az emberek erről. Felvállalják az ilyen érintettek az ilyen problémákat, és inkább javarészt ez volt. Tehát hogy ez volt az erőssége ennek a filmnek, hogy egy nemes cél vezérelt. A második helyezést Skultéti Zsombor érte el, Verebes György egy vidéki művész élete című portréfilmjével. Verebes György Szolnokon egy eléggé meghatározó művész, de nem csak Szolnokon, hanem egész Magyarországon igazából. És szerettem volna az így is népszerű művészt még tovább népszerűsíteni, és hogyha a filmem ezt a célt már elérte, akkor én már boldog vagyok. Ezen kívül pedig egy példakép lehet minden kezdő művésznek, ha azt mondhatom, de nem csak kezdőnek, hanem már profi művésznek is, hiszen amellett, hogy fest, ő ugyanúgy zenész is, mellette a Szolnoki Művésztelepnek a vezetője is, szóval mindenképpen egy nagyon sokrétű emberről van szó. Én már alapból tapasztalatokkal érkeztem erre a képzésre, nem véletlenül választottam ezt, mert dolgoztam már hasonló szituációban és hasonló helyzetben. Bevallom az őszintét, nem volt konkrét elképzelésem, hogy milyen irányba induljak el, viszont ez állt hozzám a legközelebb, ezért választottam ezt, és mindenképpen talán nem is azt mondom, hogy pozitívan csalódtam, mert nem csalódtam sehogy, hiszen erre számítottam. Viszont olyan emberekkel és olyan szakemberekkel, tanárokkal találkoztam, akik mindenképpen a jövőm segítésének az útjára állítottak engem, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, de mindenképpen egy pozitív élmény volt, és a legjobb szakemberekkel tudtam együtt dolgozni ezáltal.
A harmadik hely Avramus Vajké lett, aki a 20. század hangja, Fender Stratocaster címmel készített ismeretterjesztő filmet a legendás gitárról. Azért választottam ezt a témát, mert úgy gondoltam, hogy egy ilyen kis, rövid hangvételű filmben kezdő gitárosoknak be lehet mutatni, hogy ez a gitár esetleg miért jó választás nekik, hogy a zenei életüket ezzel folytassák, mint gitárosok. Egy ilyen rövid filmben nem lehet nyilván minden csinyát-bínyát bemutatni ennek a végtelen témának, de szerintem egy kezdőnek egy jó lökést adhat arra, hogy utána nézzen a gitároknak, és esetleg ezt a típust válassza, amivel nem fog félre menni. Hogy hogyan próbáltam ezt izgalmasabbá tenni? Hát ugye alapvetően egy tárgyról van szó, tehát egy interjú, narráció és vágóképeken kívül nagyon más nem jön szóban. Ezért gondoltam azt, hogy hangmintákat is fogok a filmbe bejátszani, így volt például, hogy bemutattam, hogy a tremolónak milyen hangja van, a hangszínszabályozóknak milyen hangja van, és a végén egy kis gitárszólót is játszottam, hogy a gitárnak a tonalitása is átjöjjön a filmben. És ez egy jó móka volt számomra, mert ezek nekem is egy olyan területek, amiket én is művelek és szeretek csinálni, és hogy erről csinálhattam vizsgafilmet, az úgy jól jött nekem, és teljesen egy öröm volt elkészíteni. A vizsgafilmeket megnézte a televíziós műsorkészítő szak első évfolyama is, melynek tagjai megszavazhatták, hogy ők melyik alkotást tartják a legjobbnak. A szavazás győztese, a Barber című film alkotója, Szegedi Krisztián külön díjban részesült. Azért választottam ezt a témát, mert igazából szerintem ez egy olyan szakma, ami most jött vissza ebbe a köztudatba, és szeretném, hogy minél több emberhez eljusson, hogy miben különbözik egy barbershop a sima fodrásztól igazából. Kihívások az ugye inkább a forgatás helyszíne és az időpontja volt, mert ugye egy ilyen barber üzletben nagyon sokan vannak, és az interjút azt ugye úgy kellett fölvenni, hogy amikor senki nincsen, és így a nagyon korai órákban kellett kimenni, és nehéz volt vele ezt összeegyeztetni, hogy ő is mikor ér rá, és nekünk is mikor jó az az időpont, amikor kimegyünk.